Amikor napvilágra került Nyíregyháza idei költségvetése, kiderült, hogy a sportra kevesebb összeg jut az elmúlt években megszokottnál. A lefaragások érintették a megye legnagyobb sportegyesületét, az NYVSC-t is, amely így kénytelen volt felbontani az edzők és a versenyzők szerződését. Csütörtökön két szakosztály problémája megoldódott, mivel az atléták és az úszók a nyírsuli kötelékében folytatják tovább pályafutásukat. Nekem egy hatalmas kő esett le a szívemről, de én bíztam ebben, és én tudtam, hogy ezt nyugvó pontra fogjuk juttatni. Sorozatos tárgyalások előzték meg, míg eljutottunk ide, hogy ennek a kiemelt két sportágnak, mint az úszás és az atlétika, ami nagyon népszerű a városunkban, mind az edzői, mind pedig a sportolói érezhessék azt, hogy van kiért, van miért versenyezniük, van kiért dolgozni, van kiért eredményeket elérni. Ez a mai nap ezt szentesítette. A bővülés előtt is 51 edzőt és több mint 1100 utánpótláskorú fiatal az foglalkoztató nyírsuliba, gyakorlatilag hazatértek a frissen igazolt sportolók. Ezek a versenyzők a saját utánpótlás közegünkből kerültek ki. Azon edzőkollegák, akik az NYSC integrálása kapcsán hozzánk kerültek, valamikori edzőkollegáink voltak. Tehát nekünk célunk és látunk továbbra is ezeket a sportolókat maximálisan támogatni, azokat az eredményeket megcélozni, és azokat az optimális és ideális feltételeket biztosítani mind anyagilag, és mind tárgyi eszközökben. Az edzőkollegáktól pedig azt kérjük természetesen, hogy továbbra is a szakmai tudásuk legnyavát nyújtsák, és így gondolom én, hogy nem lesz semmiféle probléma ebben a bajnoki évben. A város sportért felelős alpolgármester elmondta, hogy készül Nyíregyháza sportrendelete, amelyből kiderül majd, hogy mekkora támogatásra számíthatnak a kiemelt csapatsportágak, mennyi pénz jut a létesítmények üzemeltetésére és egyéb sporttal kapcsolatos feladatokra. Az biztos, hogy az utánpótlást és a diáksportot kiemelten támogatja majd a megyeszékhely önkormányzata.